Kodály Zoltán Este a tábortűzné című zeneművét játssza Pókai Lilla, aki első helyezést ért el az országos zeneiskolai klarinét versenyen. Ez volt az egyik mű, amivel korcsoportjában első helyezést ért el. Az országos megmérettetést 3 évente rendezik meg tehetséges fiatalok számára. Lilla elmondta, hogy közel 10 éve játszik hangszeren, és bár izgulós típus, mégis nagyon szeret másoknak klarinétozni. Első osztályosan kezdtem el ide járni a zeneiskolába, és én is természetesen a nővéremtől láttam az egészet. Első évben még furuljáztam, és utána kezdtem el klarinétozni másodikban, szóval most már nekem is 10. éve, hogy ide járok a zenesuliba. Heti 2-szer járok órára, és nagyon zsúfolt heteim vannak így a gimi mellett, még amikor több edzésre is jártam, kombiában vettem, ezért muszáj volt hétvégre beraknunk az órát, szóval így kedden, szombaton járok, hát egy ilyen 3/4-1 órás órára, és így változó, általában egy 3/4-1 órát szoktam gyakorolni naponta, így versenyhelyzetben egy kicsit többet nyilván, de így ennyi, amennyi belefér. Másodszor veszek részt a versenyen, ugye 3 éve második lettem, és ez most nekem egy ilyen nagy cél volt, hogy legalább ezt a második helyet megtartsam, de szerencsére jobban is sikerült. Nagyon-nagyon izgulós típus vagyok, szóval így voltak stressz helyzetek a verseny előtt, de nagyon-nagyon örültem, mert én nagyon-nagyon szeretek másodnak is játszani, és így magamnak is elképzelni, hogy mit játszok, szóval nekem nagyon-nagyon tetszett. A Bonyhádi Bartók Béla alapfokú művészeti iskola tanára, Selerjó Jaroszláv készítette fel a növendékeket a versenyre, akik a regionális válogató után jutottak tovább a döntőbe. Az országos döntő most kerül sor a február elején. Az országos döntőben 2 fordulós, és 2 nap egymás után kell játszani más-más műsor. A műsor összeáll egy kötelező darabból és egy szabad választatból. Most a gyerekek vannak osztva a korcsoportokra, természetesen, hogy ebben a kategóriában vannak az első, ami alsósok, utána a haladók, utána a harmadik korcsoport, ez már kezdő középiskolások, és a negyedik az a legfelső, a harmadik, körülbelül a harmadik gimnazisták is följebb. Akár 22 évig, de az a lényege, hogy a tanuló legyen a zeneiskolának bejegyzett tanulója. Na most mindegyik korcsoportban természetesen a nehézségek alapján vannak kötelező darabok, és ez mindegyik résztvevő a korcsoportból játszik ugyanazt a darabot, és szabad választat, ez már a tanárok megalapítják, vagy szabnak a gyerekekhez valamit, általában mindig nehezebb darabot, mint egy kötelező darab, meg akar csak van értelme venni részt a versenyzésben. Bár mi nem a verseny miatt általában járunk, mi mindig próbálok muzsikálni. Minél többet muzsikáljunk, és ha tudunk, akkor veszünk részt ebben az egészben. Tavaly szeptembertől kezdték meg a felkészülést a diákok a versenyre. A legnehezebb dolog talán a zeneművek kiválasztása volt. Már nyáron fejt a fejem, hogy kinek mit adjak, meg vannak most több is kiemelkedő növendék, és természetesen nagyon fontos, hogy kiválasztom neki ilyen darabokat, ami tetszeni is fog, ami mutatós és ami hasznos is a további fejlődésben természetesen is. És a gyerek is örömmel ezt a darabot eljátsz. 4 bonyhádi növendék vett részt az országos versenyen, mind magas pontszámmal jutott a döntőbe, ami azt jelenti, hogy az 51 döntős közül 4-en képviselték a Bonyhádi Zeneiskola színeit. A diákok rengeteget gyakoroltak a megmérettetésre, nem ritkán hétvégeken is bejártak az iskolába zenélni, tökéletesíteni a játékukat. Pókai Lilla korcsoportjában első helyezést ért el, Seidler Réka második lett, Pókai Ágnes pedig elnyerte a zsűri külön díját. Matkovics Milán technikai okok miatt nem tudott megjelenni a döntőn.